Tehát miközben megkötött a fénzseli, ugye a csipke mintás körmön, Szilvi itt hagyott minket. A csipke jobban érdekelte, mint a kövek felhelyezése. Pedig nagyon szép lesz ez is, de majd megnézi utólag. Ugye a gyűrűs újra teszem fel a köveket és a szórógyöngyöket. Itt most megint kiraktam egy sablont magam elé, ami majd a szórógyöngyök felhelyezésénél lesz fontos, mert ugye jól megfürdetjük majd az összes gyöngyöt a fényzselékben, vagy fényzselében. A köveket pedig tipragasztóval fogom felragasztani egyesével. Többféle méretet fogok használni. Ugye arra figyelek ezeknél a köveknél, hogy ne legyen ragasztós a teteje, mert ugye nagyon szépen be vannak csiszolva ezek a kövek, és hogyha ragasztós lesz a teteje, akkor viszont bemattul. Felragasztottam már a köveket. Látjátok, ugye szellősen tettem őket fel, hogy közéjük beférjenek a szórógyöngyök. Nagyjából ezt így elképzeltem ugye a fejben, hogy hova fognak kerülni a gyöngyök, és hova mennyit fogok tenni. Úgyhogy úgy próbáltam felrakni a köveket is, hogy közé mindenhova odaférjen. Itt viszont odafigyeltem arra, hogy szimmetrikus legyen mind a kettő oldal. Nem úgy, mint a csipke mintánál, mert ott nem volt ez annyira fontos. Itt viszont egy olyan mintát szeretnék kitenni a kövekből, ami teljesen szimmetrikus. Úgyhogy most pöttyintek egy kis fényzselét a sablonra. És ezt nem a narancsfa pálcával fogom fölrakni, hanem egy nullás sortecsettel, amit viszont zseléhez használok, nem pedig akrilhoz. Először én is próbáltam pálcikával felrakni, de az elég idegörlő volt, mert folyton vagy a pálcikán maradt, vagy fel se jött vele. Így viszont sokkal könnyebb, mert bezselézem ugye az ecsetet, és itt szépen rátapadnak a kis gyöngyök. Szóval itt szépen rátapadtak a pici gyöngyök. És most belefűzetem a zselébe. Elkészültem vele, úgyhogy betesszük a lámpába, hogy a gyöngyök kössenek oda. Jó? Ez egy... Ez ugye körülbelül 2 perc lesz, aztán, hogyha megkötöttek, akkor csak a gyöngyökre megpróbálok ugyanúgy az ecsetemmel egy kevés fényzselét még felvinni, de nagyon figyelek rá, hogy ne menjen rá megint csak a kövekre, mert ugyanúgy bemattul majd, illetve nem mattul be, hanem nem fog úgy csillogni a kő, mint hogyha nem lenne rajta fényzseli. Letelt közben a 2 perc, úgyhogy most egy picit még bevonom itt a gyöngyöket, hogy ugye tartós is legyen, ne csak szép. Azért így csinálom, mert ugye a végén, amikor az egész körmöt borítom a fényzselével, nem tudom bekenni ilyen pici résekbe azzal az ecsettel, mert akkor viszont mindenhová menne. Jó, mehet be. Most már ugye kész van a díszítés, úgyhogy borítom az egész körmöt a fényzselével. Mehet. Hát nekem nagyon tetszik a végeredmény, úgyhogy elégedettek vagyunk, azt hiszem. Ezt a díszítést én egyébként szoktam rövidebb körmökre is csinálni a lányoknak a szalomban. De ugye ott nyilván kisebb a felület, úgyhogy kevesebb követ és gyöngyöt tudok rárakni. Kivéve, hogyha a vendég úgy szeretné, hogy nagyon sok legyen rajta. Itt viszont ugye szép hosszú a köröm, és ugye csináltunk egy szép átmenetet is alá,
de még így sem takartunk bele az ombre hatásba, ezt majd mindjárt megmutatjuk, mert nem borítottam az egész körmöt ugye bekövekkel. Szóval látjátok, hogy nem takartam el a kövekkel egyáltalán az átmenetet, viszont így is nagyon szépen mutat szerintem. Rajta is gyönyörűen csillog. És belenéztem a kamerába, szóval a úgyhogy tedd vissza nyugodtan. Kérem szépen a kezed. Közben megkötött ugye a fényzselé. Így most már elkészültünk az egész körömmel. Így láthatjátok, hogy így néz ki. Ugye a kis ujjról és a nagy ujjról, illetve a mutató ujjról nem beszéltem még. Ott a mutató ujja cukorka hatással készítettem el. Ezt ugye csillámporral készítettem, beleszórtam a fényzselébe a legvégén, és ezt így megkötettük, és készen is van. Itt a gyűrűs ujjról még annyit, hogy látjátok, hogy elég sok, viszonylag sok gyöngyöt és követ tettem bele. Mégsem mentem bele ugye az ombra hatásba, hogy szépen látszódjon még így is. Ezt egyébként szoktam kisebb körmöknél is használni, ezt a díszítést. Nagyon szép szerintem, és nagyon elegáns, hogyha a vendég olyan körmöt szeretne. Lehet kevesebbet tenni bele, lehet többet, ez ugye igény szerint el tudjátok dönteni. Úgyhogy készen vagyunk, és elkészült ez a stiletto köröm neked. Nekem nagyon tetszik. Nekem remélem is. Elégedett vagy a végeredménnyel. Abszolút. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, illetve követhetitek a többi videót is a Studio Flash-nek a YouTube csatornáján. Nagyon jó kis videókat osztanak még meg. Úgyhogy én el is köszönök, Szilvi nevében is köszönjük, hogy megnéztetek minket, illetve az iskola nevében is köszönjük szépen, és remélem, hogy még majd találkozunk. Sziasztok! Jó! Ez az a részlet az elsőre kell végül, kurva jó! Kipicsent az alapot. Na, és ez közben?